Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kisambrus a 150 éves város általános főpolgármester helyettese. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 150 év, ez elég gyorsan elment. Milyenek lesznek a megemlékezések? Ilyen nagyon szegényesek, rezsicsökkentettek, vagy? Ugye azt is mondhatnám, hogy amikor kis pénz van, akkor kis buli, de azért nyilván szeretnénk olyan eseményeket, olyan kulturális és egyébként a tömegrendezvényeket is csinálni, ami megemlékezik erről a 150 évről. Már egyébként most is vannak, tehát egyébként egy zseniális fejlesztése van a Budapest Fővárosi Levéltárnak, ez az időgép. Érdemes fölmenni a honlapjára a levéltárnak, és ott meg lehet nézni képek segítségével, hogy hogyan változott meg Budapest az elmúlt időszakban. Nagyon fontos szerepe lesz a kerületeknek, városrészeknek, hiszen egyébként nagyon érdekes, hogy készítettek egy kutatást, amely alapján kiderült, hogy az elsődleges identitásunk az a városrészhez köt minket, ahol születtünk, vagy ahol élünk. Tehát nem is a kerülethez, és nem is annyira a Budapesthez, hanem az elsődleges identitásunk az a városrészhez kötődik, és a következő identitásunk az, hogy budapestiek vagyunk, vagy Budapesten élünk, és talán a kerülettel a harmadik identitásunk ebbe a dologba, úgyhogy a városrészek ünnepe is lesz ez a 150 év. És hát bizony ez egy múltnak a lezárása, hiszen az elmúlt 150 év lezárása, ami nagyon sok mindent felölelt. Tehát egyébként a maga a városnak a létrejötte is nagyon jól leképezi tulajdonképpen a mai nap hangulatait, hiszen ugyanolyan viták voltak körülötte, egy éven keresztül tartott az átállási folyamat, amikor Buda, Óbuda és Pest összeolvadt egymással. Ugyanazok a viták voltak, amiket most el tudnánk képzelni, például, hogy akkor a címerben a egyes városrészek azok, mely legyen alul, mely fölül, és ebben hogyan tagozódjon be Óbuda, miközben annak már a népessége az jelentős volt, de a hagyományai azok Budának és Pestnek voltak hatalmasok. És egyébként meg tudunk emlékezni azokról a cégekről, például a fővárosi vízművek, ami meglepő, de 150 éves, tehát hogy ennyi ideje szolgáltatja az ivóvizet. Szóval ezek a cégek is meg tudják mutatni magukat, és egy kicsit a budapestiek számára megmutatni, hogy hogyan is működik ez a város az elmúlt 150 évben. Időközben kiderült, hogy én még sajnos nem vagyok 150 éves, de már felejteni, nagyon könnyen felejtek, például a mikrofont föltenni. Értem, ennek a 150 évnek az egyenes hatása az, hogy akkor, amikor mindenki energiával foglalkozik, és energiaválság van, önök kitalálták, hogy napi áron vásárolnak energiát. Hogy sikerül ez? Nem csak kitaláltuk, hanem erre voltunk kényszerülve. Ugye pont az előbb beszéltem a közszolgáltatásokról, és van három közszolgáltatás, ami a legtöbb energiát elviszi. Ez a közösségi közlekedés, az ivóvíz szolgáltatás, nem is gondolnánk, de egyébként ennek hatalmas villamos energiaigénye van, és a harmadik pedig a közvilágítás. Csak érdekességképp a közvilágítás és az ivóvíz szolgáltatás az körülbelül ugyanannyi energiát emészt fel. A közösségi közlekedés pedig egyes számítások szerint Magyarország hetedik legnagyobb energiafogyasztója, tehát maga a BKV. És azt, hogy egy évre szerződjünk, ezt nem tudtuk vállalni, hiszen olyan mértékűek voltak az árak még tavaly ősszel is, egyébként még most is magasak, de tavaly ősszel brutálisan magasabbak voltak. Ezért az úgynevezett napi áras vételezésbe mentünk ennél a három szolgáltatánál, és nyilván ebben megvan a kockázat, hogy bármikor elszállhatnak az árak, de egyelőre az élet minket igazolt. Kiderült, hogy az a magas ár, ami mondjuk tavaly szeptember, októberben, novemberben még tapasztalható volt, azt nem szabad lehívni, ezt a blöfföt. Na jó, de akkor nem lehetett más csinálni, akkor tök mindegy volt, hogy mennyibe kerül, az a lényeg, hogy egyáltalán legyen, nem? Nem, mert ugye lehet azt mondani, hogy akkor én ezt egy évre így nem kérem, hanem pont ezt mondom, hogy akkor ha napi áron szeretném vételezni, napi áron számoljunk el egymással, mint hogyha egy tőzsdei termék lenne, egyébként sajnos az is, és akkor ezen az áron elszámolva tudunk szerintünk így jó árhoz jutni. Igazunk lett, csak egy összehasonlítást hadd mondjak, nagyságrendileg a közvilágításnál, hogyha tavaly szeptemberben szerződtünk volna le, akkor 450 forint per kilovattóra áll lett volna. Ezzel szemben a januári ára 117-120 körüli volt.
Tehát ennyivel olcsóbban tudtuk beszerezni. Ugye 450-ért le lehetett volna szerződni egész 2023-ra, és akkor ennek a hatását szenvedtük volna, még most is ki se tudtuk volna fizetni, ez tényszerű. Ezzel szemben vártunk, türelmesek voltunk, és eddig az élet minket igazolt. Nyilván megfordulhat a szerencse, vitathatatlan, de azt hiszem, hogy nem lesz még egyszer olyan, hogy 450 forintért lehetne energiát beszerezni. Komoly szkólák vitatkoznak azon, hogy mi jó a tömegközlekedésbe, a rögzített, tehát a villamos, a trolibusz, vagy az autóbusz, vagy ami szabadon tud össze-vissza keringeni. Hol tartunk ebben ma? Ugye ez a kötött pályás az egyik, aminél, ami zöldebb vitathatatlanul, főleg hát Budapesten, meg azért még a nagyvárosokban, hiszen itt azért nem dízellel vagy sűrített földgázzal járnak ezek a közlekedési eszközök. A gumikerekes állományunk, tehát ami nem kötött pályás, ezek az autóbuszok, ebben az esetben viszont nyilván ez egy rugalmasabb rendszer, hiszen nincsen előre lefektetett pályákhoz kötve, vagy vezetékhálózathoz kötve. Ugyanakkor azért az vitathatatlan, hogy a dízel, az azért környezetszennyezőbb, és hát ezen változtatnunk kell, tehát cserélnünk kellene ezeket. Azért az elektromos buszoknak még nincsen olyan fejlettségi szintje, amely ekkora várost nagy rész ki tudna szolgálni, sok oka van ennek. Tehát azért ez még fejlődés alatt van, ez a technológia. Tehát az arról álmodni, hogy rövid időn belül elektromos buszokkal járjunk csak Budapesten, ez még korai. Ez utopisztikus. Igen, nem is biztos, hogy ez lesz a jövő, tehát lehet, hogy a hidrogén meghajtás lesz az, ami átveszi helyett a szerepet, nem tudjuk. De egyelőre az vitathatatlan, hogy környezetszennyezőbb az autóbusz közlekedés, de azért a legkörnyezetszennyezőbb az nyilván az autós. Értem, de mégis nem beszéltünk a középutasról, ami eléggé hibrid a trolibuszokról. Valamikor ennek nagyon nagy jövője volt, hol tartunk most velük, és utána visszatérünk a nyomuló villamosokra. A troli és a villamost ebben az esetben ugyanannyinak minősítem, hogy az egyik alulról kötött pálya, másik pedig fölül is kötött pálya. Na de ma már a trolibuszok tudnak bizonyos mennyiséget maguktól is megtenni. Így van, önjárók is tudnak lenni, tehát a Lánchídon például ezt teszteltük, ugye a Lánchídnál nincsen troli vezeték, de az átkelés szempontjából néztük, hogy egy darabig, hogyha önjáróként átkerül rajta, akkor ez bírja a jelenlegi állomány, és egyébként működik, tehát ezzel a szempontból lehet gondolkodni, hogy hogyan lehet összekötni két szakaszt úgy, anélkül, hogy egyébként ott vezeték lenne. Annyira ezt tartjuk egyébként a jövőnek, hogy két tekintetben meg tudtunk állapodni a kormánnyal, hogy a nekünk járó uniós pénzből szeretnénk trolibuszokat, illetve villamosokat vásárolni. A trolibuszok egyébként folyamatosan érkeznek is, ugye még sajnos annyi a probléma, hogy ezt saját pénzből kell megelőlegeznünk, de remélem ez hónapok múlva megváltozik, és az Európai Unió utalni fog. A másik a kaf villamosokat pedig most jött ki az a kormány határozat, ami alapján le lehet hívni a maradék 31 villamost is, és akkor ebben az esetben egy 51-es kontingenssel lehet 24 őszétől folyamatosan bővíteni budapesti állományt. Egy ilyen mennyiségű új villamos érkezése mennyivel oldja meg, mennyiben lehet érezni azt, hogy ennyivel több villamosunk van? Ugye egyrészt ezeknek kivonják a régieket, vagy... Igen, egyrészt az valóban ez az, hogy kimondjuk azokat a régieket, ahova még föl kellett mászni, vagy föl kell mászni, és azért ezek már túl vannak azon az élettartamon, amit normálban egyébként gondolnánk róla. Mennek a múzeumban, igen. Hát igen. A másik pedig próbálunk új járatokat létesíteni, tehát ilyen lenne a budai fonódó villamos hálózat. Az ugye egy új vezeték, új szakaszt is jelentene Budapest közösségi közlekedésébe, de azért a jelentős része az a régi, elhasználódott, egyébként utaskomfort szempontjából nyilván nem is ugyanaz nyújtó régi villamosok kiváltását szolgálni. Nagyon sok olyan utat látunk, ahol még ott van a villamosin, de a villamos már nem közlekedik, például a Tököli út. Gondolom ebből még sok ilyen van a fővárosban. Talán már olyan sok nincsen, azért van még néhány helyen, ahol még ott van a villamosvezeték.
Nyilván az is gondolkodni lehet, hogy érdemes, hogy egyébként a új szakaszokat bekapcsolni. Ilyen lehetne például a Bajcsi-Zsirinci úton lévő villamoshálózat újraélesztése. Ugye jelenleg ott még már nincsen a nyomvonal se. Ezeket nyilván forrás kérdése. Közlekedési szakemberek racionálisnak tartanának egy ilyet, és akkor meg lehetne csinálni a pesti vonódó villamoshálózatot egészen a 15. kerületig kimenni. Hamarosan, ha minden igaz és az időjárás is úgy akarja, akkor szükség lesz arra, hogy újra nyissanak a strandok. Mennyire vannak erre fölkészülve személyzet és állapot? Hát ugye a strand, a Budapest gyógyfürdői az egy része most is nyitva van, hiszen a gyógyfürdők Széchenyitől kezdve, azok most is fogadják a látogatókat. Egyébként szerencsére a Covid után egy erős visszapattanás volt a forgalomban. Én azt gondolom, hogy az, hogy ezek a fürdők, ezek nyereségesen tudjuk működni, és azért fontos, hogy azért a fürdőknek a működtetését azt ne a közös adóforintokból kelljen kipótolni, azt szerintem ez egy helyes dolog, de egyelőre azt látjuk, hogy erre nincs is szükség. A strandokat is ki fogjuk nyitni, ahogy szoktuk. Hát nyilván ilyenkor mindig nyár egy kicsit izgalmasabb, hogy találunk-e személyzetet, hiszen azért a strandok egy része, a strandokon dolgozók egy része, azok átmeneti foglalkoztatással vannak, hiszen ez egy időszakos munkahely. Én azt remélem, hogy ezek a korábbi években ezután is megoldja majd a BGH vezetése. Van még 3 percünk, és kérdezném, hogy érezhető-e már, hogy hamarosan helyhatósági és európai parlamenti választások lesznek. Amikor ott vannak a képviselők és találkozik, érzi-e már, hogy a jövőn gondolkodnak? Azt szokták mondani, hogy Magyarországon egy permanens választási kampányok vannak, tehát a választások másnapján elkezdődik a következőre való kampány. Ez persze valahol igaz is, meg nem is a dologban. Szerintem most egy kicsit mindenki rövidebb távon gondolkozik. Most én inkább az önkormányzatokról beszélek, nem az európai parlamenti képviselőkről, hiszen rövid távon vannak olyan problémák, pont az energiakrízis, a gazdasági válság, a társadalmi válság miatt, amiket meg kell oldani. Aki most egy évre előre lát, az nagyon bátor, vagy egy kicsit talán túl vakmerő is. Mi biztosan nem tudunk ennyi hosszan távra előre látni, mi örüljünk, hogyha a nyár végét esetleg látjuk, és utána majd nyilván... Amikor a kérdést feltettem, arra gondoltam, hogy vajon a képviselők hangosabbak-e, jobban megmutatják magukat, mert arra gondolnak, hogy mindenki rájuk figyel. Az önkormányzati világ szerintem nem így működik. Ugye azért a fővárosi közgyűlésben a képviselőknek a nagy része az polgármester. Neki azért van egy másfajta identitása, nyilván van egy kerületi vezető identitása, ezt ott jobban meg tudja, vagy akarja meg, jobban megmutatja. Én nem látok ebben változást. Persze mindig ilyenkor az ember, hogyha túl közel van valamilyen eseményhez, akkor nem annyira tűnnek föl neki a nüansznál is nagyobb változások, de én nem látok ilyeneket, hogy ettől most hangosabb lenne a fővárosi közgyűlés. Van még 1 percünk hátra, a taxikról beszéljünk, hisz hatósági árak, nem hatósági árak, megint emelkedett a taxi. Így van, ugye tavaly májusban volt egy emelés, az egy jelentős 35% körüli emelés volt, és most pedig 10%-os emelés. Ugye 3 tételből áll össze a taxiszolgáltatásnak a díja, az úgynevezett alapdíj, amikor kiáll az autó, a másik a kilométerdíj, és a harmadik pedig a percdíj. Ebből a kombinációból tevődik össze a... Most 10-10%-kal emelkedik meg mindegyik tétel. Erre azért mondtuk a fővárosi közgyűlésbe, hogy ezt elfogadhatónak tartjuk, és ezért kezdeményeztük, hiszen a 480 forintos üzemanyagársapka az lekerült a taxik esetében is a szolgáltatásról. Ugye ez egy azt jelenti, hogy 25% körüli, akár 30%-ot is elérő emelés van a mai nappal bezárólag az üzemanyag tekintetében. Ezt engedjük érvényesíteni a taxi szolgáltatóknak. Ők ennél azért magasabb emelést szerettek volna, főleg az alapdíjat kívánták volna 50%-kal megemelni. Ugye ez a rövidebb szakaszokra drágította volna meg arányaiban jobban. Például, hogyha valaki kerületen belül orvoshoz kívánt volna menni, akkor nem 10%-os emelést tapasztalt volna, hanem akár 20-at is. Mi ezt nem támogattuk a dologba, de a mai naptól lépett érvénybe a 10%-os emelés.
Akkor európai piac szempontjából hol vagyunk? Ez ilyen összehasonlítást nem tudok, azért azt látom, hogy a magyar piacon ugye ezért eltérő méretű városok vannak, de például Szegeden, ahol egyébként eltörölték tavaly a hatósági árat, ott közel azonos mértékű a szolgáltatás díja, de ott persze azért vannak a szolgáltatók között különbségek. Ugye Budapesten fix ár van, tehát hogy amennyit a fővárosi közgyűlés megszavaz, azon az áron kell szolgáltatni a vállalkozóknak, nem térhetnek el ettől. Mi ebben ajánlottunk egyébként pont amiatt, hogy ilyen hirtelen mozognak az árak, akár az üzemanyag, akár egyéb tekintetben, hogy legyen egy tűréssáv, tehát egy ilyen plusz-minusz 10%-os sáv bécsi mintára, azaz egy-egy szolgáltató akár ettől az ártól följebb, de egyébként még lejjebb is eltérhet, nyilván ez transzparens módon. Ezt a taxis vállalkozások nem szerették volna, kormánnyal megtiltatták, úgyhogy ez a hatósági járásrendszer maradt egyelőre. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és mielőbb visszavárjuk. Köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában a 150 éves főváros általános főpolgármesterét látták és hallották, Kis Ambrust. Mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és már is érkezik Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Tartsanak velünk!